Komoly riválist kapott a legutóbbi két csapatbajnoki címet megszerző Debrecen Nyíregyház a vegyes csapat, a budapesti honvéd ugyanis nagyon megerősödött, a fővárosiakhoz igazolt többek között a világbajnoki bronzérmes gátfutó Bai Balázs is. A Miskolci elődöntőben több hiányzója is volt a DSC esélyes cének, de akik rajthoz álltak, hozták a tőlük elvárt eredményeket. A magasugró Bakusi Péter, a hármasugró Leveleki Bence, a diszkoszvető Szixai Róbert és a szintén diszkoszvető Kerekes Dóra megnyerte versenyszámát, a szintén győztes 4 os váltó felét, az a Szabó Kristófot és Tasiti Dávidot szintén a nyíregyháziak adták. A vegyes csapat végül a győztes budapesti honvédtól 59 ponttal elmaradva a második helyen jutott a szeptemberi székesfehérvári döntőbe versenyszámokban is több versenyszámban indultunk, mint a debreceniek, és hát ami nagyon lényeges és büszkék vagyunk rá, hogy nem csak a felnőtt versenyzőink, hanem az ifjúsági versenyzőink is ott voltak a, a legjobbak között, de sajnos még így sem tudtunk teljes létszámmal kiállni, mert sérülések, betegségek gyengítették a csapatot, és hát remélem, hogy majd Székesfehérváron mindenki egészséges lesz, és azt az 50 pontot, amit a Honvédtől elszenvedtünk, azt még egy kicsit rövidebbre tudjuk fogni, illetve remélhetőleg bízunk benne, hogy sikerül valamit lefaragni belőle. Ezzel a versennyel elkezdődött az október elejéig tartó szabadtéri szezon. A legrangosabb viadalnak a Berlini Európa-bajnokság számít, amelyen jó esetben négy atléta is képviselheti a nyíregyházi színeket. A legfontosabb az a felnőtt Európa bajnokság Berlinben, és euh, ami biztos, hogy Helebrad Máté már 50 kilométeres gyaloglásban euh, csapattak, illetve amiben bízunk, hogy Szikszai Robi, Kerekes Dóra és Bakosi Péter a szintet teljesíti, hiszen közel vannak -e ez a szinthez. Egy fiatal nyíregyházi atléta is ott lesz saját korosztálya Európa bajnokságán. Július elején györvel rendezik az U18-as kontinens viadalt, amilyen 100 méteren Balog Levente is majd.